Az Úr Jézus Krisztus szeretetével köszöntöm a Budapest Európa Televízió nézőit az Ébredés című műsorban. Mai műsorunkban a Hóseás próféta könyvéből fogom olvasni. Egy kicsit hosszabban, mint ahogy szoktam, már nem maga a felolvasás, hanem amit hozzáfűzök, ráadásul előtte és nem utána. Érdekes ez a rész már csak azért is, mert az újfordítású Szentírásban és a Károlyi Szentírásban különbözőek a számbeosztások. Az egyiknél a második rész 18-19, a másiknál pedig a 21-22 vers. Olvasom Isten igéjét a Károlyi fordításból. És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. Eljegyezlek magamnak örökre. Isten ígérete egy olyan időben szól Izrael népéhez, amikor Izrael éppen fenyítés alatt van. Hogy könnyebb legyen elhordozni a fenyítést, Isten előre mutat a jövőbe. Azt mondja, meg kell büntesselek, mert elhagytál engem, idegen isteneknek áldoztál, baáloknak és astartéknak, akkor abban az időben a baál bálványt is felállították a jeruzsálemi templomban, ami hát szörnyű, Isten ellenes tett volt, és Isten nem tudott várni tovább az ítélettel. Hosszan várt, mondhatom, évszázadokon keresztül, elküldte az ő prófétáit, hogy figyelmeztesse az embereket, de az embereknek nem volt fülük, vagy inkább nem volt szívük. Szívtelenek voltak. A pénzre nyitottak voltak, a kereskedésre, a gazdagodásra, az előrébb jutásra a földi világi javakban, de az Istenhez való odafordulás az nem működött náluk. Idegen istenekhez fordultak, pedig csodálatos istenük volt, Jahve, aki kihozta őket Egyiptomból, erős kézzel és kinyújtott karral, aki ketté választotta a Vörös-tengert, később a megduzzadt Jordán folyót, és száraz lábbal kelhetett át egy közel 2 milliós nemzet. Mai napig is megvan ennek az emlék ünnepe. A mai napig is ünnepli Izrael ezt a csodát. És a mai napig is vannak Izrael fiai között is olyanok, akik idegen isteneket imádnak, vagy akik úgymond ateisták, vagyis Isten nélküli életmódot választottak. Úgy gondolják, nincs Isten, pedig Isten van. És ahogyan abban az időben elkövetkezett az ítélet, ebben a mai időben is következik az ítélet. Aki figyeli a híreket, a rádiót, a televíziót, a médiá sokféle forrását, az mind meglátja, hogy bizony itt van az ítélet a nyakunkon. Nem csak azért, mert melegszik a föld és olvadnak a jégsapkák és emelkedik a tengerek szintje, hanem azért is, mert tüzek vannak mindenfelé, mert káosz van gazdaságilag és politikailag, nemileg is, ma már szokás volt mondani a nyugati részében ennek az úgynevezett fejlett és keresztény Európának, hogy a gyereknek ne tanítsuk meg, hogy ő kisfiú vagy kislány, majd ha felnőtt lesz, eldönti, hogy mi akar lenni, és átoperáltatja esetleg magát, ha éppen mások a nemi szervei. Belenyúl az ember Isten teremtett világába, és Isten most már nem tud várni, és következik az ítélet. De ez a mai ige arról szól, ahogyan akkor is volt az ítélet után kegyelem, hogy itt még az ítélet előtt van kegyelem, hiszen Jézus Krisztusban Isten önmagát áldozta oda a kereszten, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a kegyelem, ez az amnestia ad lehetőséget a túlélésre, az e világból való kimenekedésből, majd a mennyek országába való bejutásba. És ez az ige nem véletlenül szólt a mai adásban itt az elején, mert mai kedves vendégem, és szeretettel fordulok hozzád, kedves Sanyi testvérem, Tarca Sándor, egy igazi üzletember, akinek a megtérési igéje ez. Ezért választottuk közösen ezt az igét, illetve te kérted, hogy ez legyen, én pedig megkérdeztem, hogy mit szeretnél. És természetesen örömmel fogadtam, hogy ezt az igét választottad, mert egy nagyon-nagyon beszédes, és a mai napokban azt hiszem minden ember számára mondani valóval rendelkező ige.
Mindenkivel terve van, Istennek, veled is. Kedves anyi, hova tervezettél, milyen családi környezetbe születtél, voltak-e testvéreid, hogyan nevelkedtél, valamit a születésed körülményeiről, gyermekkorodról, ha mondanál. Én egy hívő családban nőhettem föl, két testvérem volt. Egy nagyon szelíd apám volt, és egy nagyon szeretetteli és igazán melegszívű édesanyám. És ehhez még hozzájárult az is, hogy ugye Lipótvárosban nőttem föl, ami önmagában egy ilyen kicsit szelidebb, egy polgári, egy kicsit ilyen visszafogottabb, nem egy ilyen zajos környék volt. Tehát úgy összességében úgy hatott is, azt hiszem, valamennyire a személyiségemre is, ugye a látásomra is. Szóval elsősorban egy ilyen gondolkodó gyerek voltam, aki úgy elég gyorsan megtanulta, főleg a környezet is hasonlóképpen állt az élethez, tehát hogy készüljön az iskolába, stb. Tehát úgy kialakult egy ilyen tudatosság, vagy nem is tudom, szóval, hogy az ember úgy fejlessze, képezze magát, hogy majd megállja a helyét az életben. Tehát nagyjából így. Az istentiszteletek, amiket mondjuk gyerekként inkább szenvedésnek és unalmasnak tartottam. Nyilván volt egy olyan dolog, hogy mondjuk olyat nem mondtam volna, és nem is tudtam volna kimondani, hogy Isten nincsen, de ennél többet, persze a történeteket megismertem, el is tudtam mondani, elmesélni. Most az, hogy tanulság legyen, vagy arról mondjuk, hogy ez nekem bármi üzenetet hordozott volna, erről azért nincsen szó. Igen, sokszor előfordul ez így, hogy a gyerekeket viszik a templomba, a vasárnapi iskolába, tanítják őket hittanon keresztül, konfirmálni is kell, esetleg ha valaki protestáns vagy katolikus vonalon, ugye első áldozó, bérmálkozó, és túlesik ezeken a hitbeli első lépéseken, de valójában tényleg nem hitbeli lépések ezek, hanem egyfajta családi elvárás, egyfajta családi kötelék. Neked már az édesapád is, a nagyapád is, a dédnagyapád is, és akkor mondják, hogy ki volt, mi volt, miért volt, és akkor neked is ezen az úton kell járni. Ezek szerint nálatok is így volt. De azért a tesóiddal jókat játszottatok, nem? Hát persze játszottunk, de azért mondjuk az, hogy az elvárás, amikor már nem kellett velük mennem, azért hát a persejpénzből szívesen eljártam az Ipoly moziba matinéra, tehát azért nem voltam azért teljesen annyira makulátlanul megfelelni akaró, tehát azért, de ilyen értelemben, szóval ezt utólag látom azt, hogy Istennek gondja volt rám, meg úgy valami korlátot azért fölállította számomra, hogy mégse kelljen olyan nagyon mélyre csúsznom, de úgy hitbelileg nem beszélhetünk nálam jelenségről, vagy olyan megnyilatkozásról, amit komolyan kéne venni. Mondjuk úgy, hogy nem voltál egy odaszánt életű gyermek, aki már gyermekkorában elhatározta, hogy én bizony pap leszek, vagy szerzetes. Nem volt semmiféle ilyen ambícióm, nem. De azért ez a sok-sok ismeret és bibliai történet adott egyfajta etikai alapot, és tudom, hogy a középiskolai tanulmányai során, amikor az emberben megváltozik a hormon háztartás, és akkor a fiúk észreveszik, hogy a lányoknak nem csak hajuk van, amit meg lehet húzigálni, hanem más testrészeik is vannak, amelyek itt-ott gömbölyödnek, és hát bizonyos kívánságokat szülnek. És hát vannak fiatal emberek, akik aztán elkezdik a nőt, a leányt, mint egy használati tárgyként kezelni a saját kívánságaik megelégítésére, de úgy tudom, hogy veled ez éppen nem így volt. Nem, tisztelted. Ugye, igen, szóval lányokat. Én nekem, mivel ahogy mondtam is, szóval elsősorban ilyen gondolkodó és beszélgető és társaságot, kapcsolatot, közösséget kereső ember voltam, de hát ugye jártam úszni, meg kenúzni, tehát azért ott megvoltak azok a srácok, amelyik ugye szőtték a terveket, meg ugye hogy kell egy-egy lányt becserkészni, ami kifejezetten inkább zavart. Szóval most én nem tudom, hogy ez a környezet, ahonnan származom, vagy mit tudom én, de önmagában, szóval ebben a futamban én nem indultam, és egyáltalán nem, hogy nem vonzott, hanem inkább úgy bántott, hogy lehet ezt... Ennyire degradálják a nőket. Igen, tehát mindig inkább egy ilyen érzelem alapú, így egymásra figyelő, egymásnak fontos lenni, szóval valami ilyesmi kapcsolatra vágytam. Értem. Hogy ment a tanulás? Általános iskolában, a középiskolában? Ugye hát az általános iskolában én ott voltam a legjobb tanulók között, és hát ugye emellett még zongoraórára jártam, meg nyelvórákra jártam, tehát úgy megvolt az a
otthoni motiváció is, hogy készülni kell, meg mondom, az egész osztályban azért nem az volt jellemző, hogy lógunk, vagy akkor azért nem arról szólt még ez. Inkább arra volt valaki büszke, hogyha valami jót teljesít. Tehát pont fordítva, mint ma, hogyha valaki jó tanuló, az olyan ciki, ez ott nem erről szólt. Tehát azért, hogyha valaki ott jó tanuló volt, akkor ugye otthon azzal példálóztak, ugye. És akkor ugye én valamelyik barátomhoz elmentem, akkor ugye az anyja szólt, hogy ugye ad a piros versenyautót neki, mert az gyorsabban megy, meg mit tudom én. Szóval ezek, mondjuk nem örültem ezeknek a kéréseknek, mert nem lehetett önfelettel játszani, de úgy mindig éreztették úgy velem, de nem igazán ebben teljesedtem ki. Meg de hát a sport adott a egyfajta fegyelmet, egy tartást. Igen. Ugye a sport az egyrészt a víznek a szeretete, nagyon szerettem, ugye a Dunán evezni, az egy egészen más hozzáállást ad, mint mondjuk focizni. Tehát itt azért vigyázzunk egymásra, szóval azért az ott nem játék. Szóval nem arról van szó, hogyha ott a pályán, ami zajlik, hogyha ezt az utcán csinálod, akkor az 5 év börtön, hanem ugye egy egészen más millióben történik ez. Lehet mondani, hogy így talán élet-halál kérdés némelykor. Így van. Tehát azért, és ott az egy nagyon olyan korrekt sport, hogy ugye elindul a verseny, és akkor aki először beír a vonalnál, ugye az győzött. És ott semmi egyéb mellékörülmény nincsen, meg bíró. És a víz mindenkire ugyanúgy így tapad. Van. Így van. És mindenkinek ugyanolyan nehéz leküzdeni. Hogy igen. Ment az érettségi? Nagyon izgultál? Az érettségi is ott nem volt imádság? Nem, nincsen imádság. Imádság nincs. Ebben akkor imádság akkor volt, amikor mondjuk a nagymamámnál voltam, ugye ott minden este, ugye anélkül nem lehetett lefeküdni. Aha. Tehát ugye, de ezen kívül olyan ilyen hitélet kérdésben, nem, szelíden álltak, mondom, a szüleim, nem erőltették, nagyjából ugyanezt csináltam én a saját atyaimmal is. Tehát jó lehet, nálunk volt egy nagyon szép szakasz, amikor a legnagyobb fiam a Lónyaiba elkezdett, ahol az Alföldi Borzsus Dezső tanította a hittant. Otthon én is azért próbáltam úgy valami érdeklődést generálni náluk, és akkor évekig mondjuk tartott ez az egész, hogy este úgy leültünk, és a református útmutató szerinti szakaszt úgy kicsit megbeszéltük, sőt a legnagyobb fiam készült is jó párszor. Tehát azért megvoltak ezek az élmények, és úgy valami módon próbáltam, de nem arról szólt ez, hogy erőltettem volna. Talán egy kicsit lelkesebbé tudtam tenni mondjuk az én gyerekeimet, mint amennyire az én szüleim engem. Lehet, hogy ennek adottságbeli különbségek is voltak, vagy nem volt meg az a egyrészt nekünk ugye nem abban a korban nőttünk föl, amikor mondjuk ezt nagyon támogatta volna se a politikai rendszer, se az oktatás. Semmi, így van, tehát akkor ennek volt egy ilyen kis kuriózuma is. Másik az, hogy megnyíltak az egyházi iskolák, tehát azért ott is jött egy ilyen hatás, ami azért segítségére volt az embernek, mint mondjuk én, hogy jártam ott a Sziget utca, vagy Radnóti Miklós utcai iskolába, szóval nem lehet összehasonlítani. Az biztos, hogy megvoltak azok az élményeim, amikor én is úgy azt akartam, hogy azon a szinten, a gyülekezetben is ugye gyermektáborokat szerveztünk, és ugye ezeket én úgy gondoltam, hogy nekem szívügyem, de ebből az lett, hogy otthon is nagyon jó állítatok voltak, ami nekem is a javamra szolgált, hogy megpróbáljam azoknak a szintjén, tehát mondjuk így 10-12-14 éves gyerekek szintjén is annak az üzenetét valahogy átadni. Sikerült az érettségén túljutni, ezek szerint imádságot nem volt. És nem volt. Ugye hát édesanyám úgy döntött, hogy a közösségi szakközépiskolába jártam, és akkor ugye ez a vonal ment végig. Aztán ugye, amikor a Konzumesznél kezdtem el dolgozni, utána beiskoláztak, akkor ment a Rubik kockának az agóniája, akkor az ELTE-re még egy másoddiplomát csináltam, bár nem igazán szakmai probléma volt, hanem inkább pénzhiány, mert hiába értettünk volna hozzá, nem lehetett se gyártókapacitással megfelelő szabadalmi védettséget végigvinni. Úgyhogy egyre több feltaláló került, akkor ugye átkerültem arra az osztályra, és akkor inkább váltottam, akkor lettem gabonakereskedő, amikor már rengeteg feltaláló jött, és ugye minket szíttak, miközben hát mi csak oda voltunk tolva, hogy mint egy ilyen pofozó zsák, de akkor nyílt a budapesti árutőzsde, ahol volt egy ilyen tőzsdetanfolyam, az a Greenpex-nek a személyzetise. Szóval úgy szép lassan úgy megbarátkoztam, és örültem is, hogy van egy menekülési útirány. És átmentem az a Greenpex-ből. Igen, és akkor ugye ott kezdtem nagyjából az én gabonakereskedői pályafutásomat, hát 29 éve. Hát ez szép kor megérni is. Hát igen.
Nem mondom, hogy nem látszik rajtad, mert nem látszik azért, hála Istennek. Ez Lehet, a hogy így fajta kor, eljött hogyha... az ideje, hogy a személyzetet újra... Ja, hogy értem, hogy meglátogassam a személyzetet. Hát igen, egy. Igen. Jó, hát azért neked is deresedik már a halántékod, ahogy mondani szokták, de azért jó kiállású férfi vagy, ahogy mondani szokták. Isten megőrzi az övéit, és megőrzöttek éppen is. Hát ugye, ha már van egy beállás egy irányba, hogy mi az, amit csinálni kell, kialakul az élet, akkor az ember előbb-utóbb, pláne egy ilyen családból jövő, ahol testvéreid is voltak, többen voltatok, akkor gondolom, te is vágytál a családra, most már legyen önálló családom. Hogy történt a párválasztás? Ott hát, volt-e valami? Ugye most így már, hogy eltelt egy jókora idő, tehát az embernek kell egy távolság ahhoz, hogy meg tudja ítélni rendesen, hogy tulajdonképpen mi történt ott vele. Volt egy önbizalom nyilván, meg volt benne az is, hogy én családot akartam. Tehát én nem akartam ismerkedni, meg mit tudom én, tapasztalat, meg szóval nem hát, gondoltam, hogy... korábban igen, is, igen, hogy benned volt a tisztelete. Nem láttam azt, hogy ennek valami előnye is, vagy valamit elmulasztok majd, szóval én azt gondoltam, hogy a legjobb az, hogyha család és be voltam, mintha belettem volna oltva valami ilyesmi, hogy nekem ott a helyem. De egyébként ez úgy megfigyelhető egészen az életem során egészen... 97. november elejéig, szóval úgy kerestem a helyemet. Szóval, mint aki úgy nem találja a helyét. És valahol ebben is úgy, hogy a tanulásban készülni az életre, családot akarok, feladatot, felelősnek lenni. Szóval úgy volt valami olyasmi, hogy valami kell. Ez még olyan, mint ugye Jákobnak az élete szokott nekem mindig így visszaköszönni, szóval úgy valamit nem tudom megfogalmazni, de nem lehet egy tálencsén megvenni, meg nem lehet úgy, hogy átöltözöm valamibe, vagy valahogy úgy kicsikarni valahonnan. Valami árvaságféle, valami olyasmi, hogy úgy azt gondoltam, megnősülök, akkor... Persze, majd változik, majd jobb lesz, mit tudom, ehelyett jöttek a gyerekek. Szóval, és akkor úgy apának is jó lenni. És akkor jött a felelősség, örültem neki, akkor nem voltam olyan nagyon bátor, végülis 5 gyerekünk lett. Istennek de, hála. Igen. Végülis az ajándék, amit megkaptam a gyerekekben, szóval nagyon is jó volt felelősnek lenni. Nagyon jó volt megélni az apaságot, és úgy fogni tényleg, mikor mondjuk 3 volt a 3 szánkú konvojba, irány föl a Somlyó, Fóton laktunk, és akkor szóval úgy belevetni magam az egészbe. Szóval én ezt úgy megéltem, és nagyon élvezem, és sajnálom azokat a férfiakat, akik tényleg beülnek a tévé előtt a chipszel meg a sörrel, mert rengeteget veszítenek. Igen. Szóval én élveztem ezeket, és úgy a családnak a motorja akartam lenni, úgy menni, úgy nagyon jól kerestem már, nem volt igazán semmi probléma, mégis úgy valami hiányzott, és a kompenzálás, ezek a szerencsétlen sántikálások úgy megjelentek, hogy tömve a hűtő, a felét kidobtuk. Szóval úgy mindig volt egy csomó olyan dolog, ahol úgy kilógott a lóláb, és úgy próbáltam a gyerekekre is odafigyelni, mindenki zenét tanult, mindenkinek, hogy legyen az együttzenélés örömét is éljük meg. Szóval ami úgy emberileg, már ilyen a klasszikus elveszettségnek a felső szintjén, hogy úgy mondjam, azt úgy próbáltam úgy megélni, ami a korlátozott lehetőségeken belül lehetséges, úgy szakmailag is jó volt, szóval úgy mint szép lassan úgy minden került rám, mert úgy senki nem mer dönteni. Már a hajót is én könyveltem, szóval, nem, szóval valahogy úgy tűntek el a felelősséget nem vállaló kollégák, és szép lassan, én nem akartam főnök lenni, és nem akartam kulcsember se lenni, de mégis úgy valahol nem lehetett megállítani azt, hogy van 365 nap, ebből mondjuk 20 nap nagyon könnyű dönteni, mert a piac olyan. De hát a többi napon is dönteni kell. Ismerem az álmatlan éjszakákat, tehát nem arról van szó, és hát bírtam is a gyűrődést. Szóval az, hogy most én nem lettem egy 80 éves öregember, szóval ez a folyó mellé ültetett fáról szól, nem rólam. Tehát amelyik még öreg korában is gyümölcsöt terem. És én azt gondolom, hogy minden nap hálás vagyok. És úgy is kelek föl, szóval, hogy valami értelmes dolgot olyan jól lenne csinálni. Szóval nem az van, hogy leépülök, és ugye nagyon sok kortársam ugye már otthon tényleg megsavanyodott, megkeseredett, kiégve üti az asztalt, hogy hol a söröm, és akkor tudod, már nem lehet semmit. Szóval amit mondjuk nekem Isten készített, azt valahogy úgy kezdtük, hogy
Hiába ment jól minden. Hiába volt az, hogy ott volt az öt gyerek. Nagyon, akkor még csak négy. Nagyon, nagyon jó, mindegyik más. Szóval úgy kifejezetten nekem való feladat volt. Szóval teljesen, teljesen... Még ha ikrek lennének, igen, is pedig, mások lennének, igen. Így meg szóval, aztán... Egészen más karakter, egészen más lelkület, szóval stílusban is, mindenben teljesen más. Szóval úgy élveztem. Múlt héten éppen, igen, itt előtted ült egy kedves házaspár a székben, a riportalanyi székben, hát nem egyben, hanem kettőben persze, és nekik is négy gyermekük van, nekik négy leányuk van. Nekem öt van. Nektek már öt van, igen, csak de itt még az előbb a négynél tartottunk, igen, én tudom, hogy már öt van, sőt azt is tudom, hogy nem sokára Iker unokáid is születnek. Hát várjuk. Nagyon várjuk, ugye a napokban szinte. Szóval ők is elmondták, hogy a négy lány négyféle. Hiába lányok, hiába még a nemük is azonos, ennek ellenére teljesen ég és föld mind a négy. Hát igen. Szóval jól ment a szakmailag, tényleg meg volt mindenünk, kényelmes életet éltünk, irigyelt mindenki, kívülről úgy nézett ki, hogy mennyire jó, tényleg végre látnak egy ilyen házasságot, szóval micsoda klassz dolog. Szóval, hogyha, mert úgy hiányzik azért egy ilyen példa. És azért jártatok templomba, persze, és így a gyerekekkel, persze, és akkor ott a templomba is, igen, valami tehát történt? A gyerekekkel, mikor ugye Fótra kiköltöztünk, mert bent laktunk ugye a Csanádi utcában, akkor az ökumenikus iskolát, végigjártam az iskolákat, átnéztem, és azt mondtam, hogy jó, mindegy, szóval akkor is inkább az ökumenikus iskola valamennyire szűrve van. Tehát, hogy azért mégse akkora nagy svunggal kerül be mindenféle hatás, úgy gondoltam, szóval a gyerekek féltése, tudod, amikor mintha majd ez rajtad múlik, hát nem múlik, de valahol, ami akkor én a magam esze szerint, gondoltam jónak, oda irattuk be, ahol meg volt az, hogy ugye egy évben négyszer végig látogatni a négy gyülekezetet, meg hát mi is jártunk ugye a református istentiszteletre, és kazettákat már hallgattam, úgy érdekelt, Takarót, Cseri Kálmánt, szóval ugye ami ott fölelhető volt, és úgy érdekelni kezdett. És valahol úgy, nem ismertem a történeteknek az ömét, de ott milyen jó volt, hogy elmagyarázták, egy csomó olyan dolog volt. Tehát és nem a gyerekkori dolgok elevenedtek fel, hanem valami hát új fénnyel kezdett el ragyogni. Igen, hát az egy egészen más korszak is, ugye máshogy hallasz mindent, és akkor más itt, a felelősség. Így van. És akkor itt azért már ugye egy olyan emberként hallgatom, aki mondjuk nyilván értelmesebb is, meg egy kicsit érettebb is, meg jobban, igen, meg egy kicsit éhes is, meg egy kicsit valami hiányzik, meg valami módon, szóval úgy, ma már látom azt, hogy Isten készít engem, szóval úgy ugye teremti a fülemet, teremti az értelmemet, úgy munkálja benne mind az akarás, mind a cselekvést, jó kedvéből, mert azért ez nagyon meghatott. Igen. Ugye ez az ami nagyon fontos, hogyha ugye, amiben nincsen szeretet, ugye ez nem ér semmit. Szóval ugye ez olyan, hogy ezt később tudja meg az ember, ez olyan, mint hogy iszod a tejet, és van egy kis bukéja, de nem baj, jó az, tudod? Uh-huh. De amikor majd egyszer úgy igazán tudod azt, amikor rendesen smiley-val iszod, uh-huh, tudod? Szóval akkor tudod meg, hogy ja. Hogy ilyen is tud lenni. Igen. És szóval az az elfogadottság, amit úgy nem tud megfogalmazni. Szóval, ahogy Jákob is úgy nem tudja, és végig dolgozza a 7 évet, meg még akkor a hetet is, meg a petyegetet, meg a csíg. Szóval úgy mindent össze-vissza sántikál az ember, ami tőle telik, az szakmailag is, ugye értette, hogy kell neki minél több bárányt összeszedni. Szóval, és most nem arról van szó, hogy valaki csal, tehát most itt nem cégéres bűnökről beszélek. Igen. Tehát amikor az embernek úgy van annyi gótja, hogy ugye egy bizonyos piaci helyzetben, még akkor is, hogyha lefelé megy, ugye valahogy limitálni a rizikót, vagy valahogy, amikor nem pénzt keresünk, hanem a veszteséget valahogy limitálni, és akkor megpróbálni valahogy úgy pozícionálni az egészet, hogy mégis amikor kifutunk az egészben az év végén, akkor mondjuk, hogyha két hajón veszítünk is, de mondjuk 10 hajón megnyerünk, mondjuk egy partner számára, de bent maradtunk ugyanannál a most cégnél. Most ez azért egy picit, igen, bővebben mondjuk el, egy hajórakomány gabonáról, hát van, igen, szó ilyen most esetben, 20-25 ezer tonna. Hát egy 50 ezer tonnás egyszerhajó, az mondjuk 20 millió dollár. Tehát, hogyha mondjuk az ember szállítja, mondjuk Pakisztánba invittem az első ilyen nagy hajót, és a multik utána egy olyan 2 évvel kezdtek el követni, szóval szakmailag nincsenek hiányérzeteim, tehát ezeket úgy... Jó leső érzésre nyugtáz az, igen, ember. Szóval úgy... Nem könnyű piacok, meg India, meg Banglades, szóval ezeken, Kína, a piacokon úgy
nagyon kell tudni azt a kommunikációt is, amikor ugye nem lenézed őket, de hát viszont nem is bazseválsz, hanem ugye azt a szintet találod meg, ahol ő is tisztelni fog, meg azért nem fogja elkövetni veled szemben ugyanazt a disznóságot, hogy mondjuk a piac zuhan. Fog, de nem annyira, mint mondjuk aki mondjuk éppen most jött, és azt se tudja ki. Tehát mondjuk akkor a család rendben, papíron, külsőleg, az egyházi élet rendben, papíron, külsőleg, a gyerekek rendben, papíron, külsőleg. Ez a klasszikus képmutató. És hogy minden rendben, autók állnak a garázsban, megvan a családi ház. Így van. De az ember érzi, hogy belül valami hiányzik, vagy tulajdonképpen valaki hiányzik, csak akkor még nem tudjuk, hogy ez a valami, ez valaki. Így van. Tehát amikor én a nagy irigykedések, meg nagy... Szóval hogy nem tudja az ember, hogy akkor hogy most mi a baja. Szóval nem tudja. Szóval, és akkor emlékszem, hogy mentem egyszer reggel zuhanyozni, hogy beléptem ugye a zuhanyfülkébe, és azt mondtam, hogy uram, valamit csinálj velem. Én nem tudom, hogy miért mondtam ilyet. Aztán vasárnap ott a gyülekezeti, amikor vége az istentiszteletnek, ott az egyik asszonytestvér odajött, hogy miért nem mész el Biatorbágyra. Fogalmam nincs, miért mondtam, hogy de hát elmegyek, miért ne. És akkor elmentem egy ilyen férfi hétre, ahol ismertem a történetet, hallottam kazettán is, már ott meghallgattam még egyszer is. Tehát ez egy olyan hét, azért a nézők kedvére elmondom, ahol egy héten keresztül férfi testvérek néhány vezetővel együtt egy bibliai szakaszt rendkívül részletesen, nagyon mélyrehatóan, és az egyéni életeket is alávetve a történetnek és összehasonlítva megmagyarázzák. És egyszer csak ugye a hét közepe fele ott szokott valami történni az ember szívében, hogy felismeri, hogy van Jézus, hogy igen, én bűnös vagyok, és ha így maradok, a kárhozatba kerülök, és akkor megszólít Isten, és azt mondja, nem kerülsz oda, mert én szeretlek. Így van. Szóval ez az ige, amit ugye felolvastál, hogy hittel jegyezlek el tégedet magamnak. Ugye itt ezen a héten értettem meg, hogy nem tudtam mi az, hogy hit. Szóval amikor ugye hallasz valamit, meg értesz, meg el tudod mondani, ugye, vagy pedig egy kicsit úgy mélyebbre megy, amikor úgy lejut valahogy úgy, hogy ez neked szól, és neked erre reagálni kell. Szóval amikor úgy megértettem azt, hogy ott most olyan dolgot tudok csinálni, olyan dolgot tapasztalok meg, amit eddig nem ismertem. Lehet mondani, hogy átnyúl a mennyei világ ebbe a földi világba. Tehát ugye ezt az igét pénteken kaptam, ez úgy szerdán. Ugye hát a Cseri Kálmán volt a héten, meg a Cselényi Laci, ugye hát mindenkit meg lehet látni, hogy hol tért meg, mert ugye megvan minden helynek az a speciális sajátossága, ahol ugye Biatorbágy elsősorban a bűnt ráhelyezni valakire, meg a haragvú Isten, meg ki kell vele békülni, ami egyébként rendben van, de és hogy döntsél mellette, stb. És a csodák csodája az, hogy az ember azt mondja, hogy én oda akarok tartozni. És amikor megkapom ezt az igét, hogy hittel jegyezlek el tégedet magamnak, akkor értettem meg, amit én szerdán ott gondolkodom, hogy valahogy egészen máshogy van. És akkor jön, ugye ez már nem a hiszékenység, mert ugye így világértelemben mi a hitet hiszékenység gyanánt szoktuk, hogy mégse mondjuk már így, hanem ugye ez a klasszikus elveszettségi képmutatás kategória. Tehát ott jövök rá, mi az, hogy hit. És az, hogy én ezt megkapom, és akkor megkapom azt, hogy eljegyeztelek, tehát ez lett az eljegyzés igém, és az, hogy magamnak, és az, hogy látom azt, hogy az én teljesen elveszettségem, ami lehet nagyon jó irigylésre méltó, de valahol az az elfogadottság, amire minden ember vágyik, valahol abban az árvaságában, úgy Jákobnál, úgy nálam, meg nagyon sokan el tudjuk ezt mondani, amiből Istennek a szeretetét úgy látom meg, hogy ő utálja a bűnt, tényleg utálja, mert tönkretesz engem. Meg azt is, ugye, akivel szemben csinálom. Egyébként sincs sok értelme, metafizikailag teljesen megmagyarázhatatlan, meg értetetlen, hogy mire jó az, hogy hazudni, meg ugye ezeknek az életellenes, meg tulajdonképpen értelme sincsen. Mert nem az életre visz, hanem éppen azzal, hogy megkötőz, nem tudsz olyan lenni, mint amilyen szabad lehetnél ettől, egészen más életet tudnál élni, és egy olyan
bűnvallással párosul ez, hogy nem szeretnék ilyen lenni. És akkor változik meg ugye a törvény, valahol a keresztnél. Szóval, hogy az Istennek valahogy ez a bűngyűlölete, meg a szeretete úgy összeér. Szóval, amikor azt mondom, hogy nekem kéne ott lennem, mert tényleg egy olyan szent Isten, akit megnéz az ember akár egy szálvirágot, hogy nekünk ugye elég fölnézni a csillagoségre, és tudjuk, hogy ez nem véletlen. Igen. Tehát ugye most akinek azt mondja, van ilyen és millió év, ugye ezzel nem nagyon érdemes beszélni komolyabb dolgokról, de amikor ezt úgy felfedezi az ember magában, és azt mondja, hogy Isten ennyire szeret engem, és nincsen, mert az, hogy a bárányt vinni kellett, és ugye a zsidó levélben ugye az is működött, tehát azért vitte, és akkor évente, nyakát és akkor szegni, volt bűn így van. Tehát akkor volt bűnbánat, meg bűnbocsánat is, és akkor... hát látta a zsidó ember, hogy ez mennyire valóságos. Na jó, de mi nekünk ugye az új szövetség népének ugye az van, hogy mi a tökéletes áldozat, és mi a Szentek Szentében nem úgy, hogy egyszer egy évben, hanem amikor akarunk, mehetünk a kegyelem király székéhez. Szóval azért, jó, akkor én ezt nem tudom ilyen jól megfogalmazni, hanem azért, ami ott történik velem, azt később, ahogy az igéket olvasom, áll nekem össze az a kép, és valójában én nem tudok mit mondani, csak valahogy úgy csinálta, hogy átvitt az ő szerelmes fiának országába, és úgy nem az én érdemem, nem érdemeltem, nem voltam... Ettől kegyelem. Igen, nem azért, mert olyan jó tanuló voltam valamikor, meg zongorázni tudok, nem ezért vitt át, hanem ennek ellenére. Valahol... Ez jó ez a mondat, ezt igen. Tetszik. Szóval, hogy akármennyire is meg akartam felelni, mégis könyörült. Szóval, és amikor meg az ember úgy elolvassa, hogy én már akkor döntöttem föld, mielőtt még megalkottam a földet. Ugye a szavával, egy szavával megteremti, és ezek azok a szavak, ugyanazok a teremtő szavai felém, amik ugyanúgy egy egészen más szemléletet, egy más hallást, egy más hozzáállást. Ezért hívják újjászületésnek. Igen, tehát én az ébredés szót nagyon szeretem. Szóval, ugye, mert most ugye nem akarom tényleg, mert nagyon sok, és tényleg szeretem azokat a testvéreimet, akik Viatorvágyon szolgálnak, és nagyon fontos volt nekem az a szolgálat, de ez a haragvú Isten nekem is nagyon sokáig bennem volt, és úgy láttam, hogy meg kell felelni, és azért haragszik, most azért nem szól, most nem hallom, amit mond, és nem biztos magamra hagy, mert biztos valami rosszat csináltam, szóval meg én megtértem, meg hogy ilyen jól döntöttem, és igenis, te miért nem döntesz akkor ilyen jól? Szóval aztán egy év után bocsánatot kértem az ima közösségtől, hogy ilyen szeretetben elhordozták ezt az idiótát, de igen, engem, persze, mert ugye én is, hogy mindenkit meg kell téríteni, oda menni, elmondani, és akkor ugye Isten kezéből kivettük ezt az ügyet, és hát Isten megmutatta, hogy ez nem így működik. Van. És amikor úgy nem szólt, akkor is ugye nem Istennel volt a baj, hanem azért nem hallom, hogy ő nem szól, mert ő nem ilyen, mint amilyet én várok. Erre és mondta Páhegyi Feli bácsi, hogy az embernek sokféle Isten képe van. Van a könyvelő Isten, aki úgy gondolja, hogy hát én jókat teszek, meg rosszat teszek, aztán majd Isten ezt leegyenlegezi, és hogyha jó több, akkor beenged a mennybe. Tehát ez egy nem létező Isten. Aztán ott az ítélő Isten, aki állandóan csak haragszik, és neki mindig meg kell felelni, ez se egy létező Isten. És ott van a szerető Isten, hát aki meg mindig csak szeret, és az se létezik, mert ahogyan mondtad, és nagyon tetszik ez, amit mondtál, hogy a kereszten összeért az ítélet és a szeretet. Tehát Isten ítélő és szerető Isten, és ezért igazságos. Mert nem volna igazságos, ha a bűnt ítélettel meg nem ítélné. De ő maga hordozta el ezt az ítéletet, és ezt érezted át, ez döbbentett meg, ez ébresztett fel, ez adott egy új gondolkodásmódot. Ugye az a hiányérzetem, ami volt úgy az életem során, és úgy mindig próbáltam valahogy úgy kompenzálni, vagy úgy megfelelni, hogy akkor majd azzal elmúlik. Tehát tulajdonképpen itt zajlik le nálam ezen a héten, ami nem tudatosul teljesen. Így utólag már látom, hogy akkor ugye azért az ember nem fog föl mindent egyből, azért szép lassan tisztul a kép, hogy hazaértem. Szóval, hogy most vagyok azon a helyen, ahonnan kiestem, és nem azért, hanem mert ide születtem, ahol senki nincs a helyén, és nem arról szól semmi, hogy a szeretet vezesse minden tettedet, hanem ugye éppen a szeretet hiány. Ugye az a, most nem akarom a Timóteusi levelet, ami az utolsó időkben, mert ott ki lehet pipálni szépen sorban mind a 17 diagnózis, hanem
hanem amikor... Esznek az emberek, így van, és akkor pénzsóvárak, irigyek, szeretetlenek, stb. Könnyöltelen, ugye itt irgalommal jegyezlek. Irgalmat. Ugye, amikor azt mondja, hogy irgalommal, meg az, hogy hittel, ugye hit nélkül meg lehetetlen Istennek tetszeni. És ezzel jegyezel engem. Tehát, mint eljegyzési ige, amikor ugye jegyesek vagyunk, aztán azt mondja, hogy a gyerekem vagy, és majd mi megtérítünk mindenkit, tudod, amikor kimentem a gyerekekkel a játszótérre, emlékszem, és hát ott volt egy csomó gyerek. És akkor az enyémeim is ott voltak homokozóban, mászókán, a hintánál, mit tudom, és akkor csak úgy fölálltam a padról, és akkor azt mondja, gyerekek, megyünk haza. Hát mind a 100 gyerek hallotta, de csak az enyémeim álltak föl, és elindultak. Felém is mentünk haza. Szóval körülbelül ugyanez a helyzet. Én azt nézem, amikor mondjuk elhangzik valami, hogy van-e akinek úgy kicsit hosszabb a nyaka már. Szóval ugye, mert annak valami módon elkezdett füle lenni. Uh-huh. És akkor nem érdemes senkit, és a sajátjaimmal sem teszem meg, mint ahogy az én szüleimmel is ugyanez volt, hogy valószínűleg imádkoztak értem, meg nagyon sokan imádkoztak értem. Ugye én nekem sem nagyon van más, ugye, hogy ott állok Istenem, hogy azt mondom, hogy úgy szeretném, hogyha nem a kárhozat eszköze lennék, hanem most már olyan dologra használj föl, hogy valaki megtér, mert ez sokkal jobban fáj, de valójában ugye az, amit most nem akarok nagyon belemenni a Timóteusi levélbe, nagyon szeretem, és hát ez rettenetes, mert ezekkel az ismérvekkel nagyon borzalmas ilyennek lenni. Szóval önzőnek, kíméletlennek, lelketlennek, szívtelennek, szeretetlennek, és ezzel gondold el, ebben az állapotban neki, most nem akarom életnek nevezni, mert ez ugye nem az, hanem mert ezzel az élet Krisztus, ugye elveget áll valahogy. Igen, elveget áll valahogy. Igen. Na most ugye mi itt a farkasok között, ugye jön a bárány csapat, és bevonulunk. Ugye nézzük azt, hogy jön-e velünk valaki. Ugye és a farkas vicsorgás, mert szakmailag is megfigyelhető ez. Ez kicsit később jött, ahol aztán nagyon látszott. Szóval nem az jött, hogy hú, de jó, meg minden, hanem az irigység, meg a féltékenység, meg betenni, meg nehogy sikerüljön. Szóval ugye nem arról szól, aminek lennie kéne, hanem homlokegyenes, gyakorlatilag a saját maga ellensége, és inkább pusztuljon a cég is, de akkor se. Szóval valami olyan esztelenség, mint ahogy mondtam, hogy a bűn teljesen esztelenség. Tehát nem lehet benne élni. És akkor ugye azt mondja Isten, hogy hát a te nagy képűséged, ugye, nem tudom, láttad-e. És akkor szóval annyira kíméletesen lelki gondozott, annyira szépen csinálta végig, annyira szeretetből ment ez az egész. Simogatóan. Igen, szóval valahol ugye a szeretet nem örül a hamisságnak, eddig megy el, tehát nem megy tovább, és valahol persze együtt örül az igazsággal, az igazság meg szabaddá tesz. Tehát ugye valahol az élményem, amit úgy Isten végig csinált velem, és megszabadított ettől mondjuk a szakmai hiúságtól, vagy bármit, egyiket se sírom vissza. Tehát ugye nagyon jó, hogy nincsen. És sokkal jobb így, olyan jó érzés. De megkönnyebbedik az ember, mert ezek ugye ezek mind ráaggatott. Olyan terhek, amikkel nem jó élni, meg ugye nem is úgy reagál az ember ezekkel, mert ezek motiválnak. És ami úgy bennünk van, azzal valahol nekünk hatunk, egy szóval hatunk, tehát bármit, vagy ha éppen nem mondunk semmit, ugye nem mondom, ugye van ez a Jónás jele, ugye, hogy nem mondom, mert tudom, hogy te irgalmas Isten vagy, és még a végén megtérnek, pedig az lenne jó, hogyha elpusztulna. Szóval, ugye amikor nem szólok, szóval ugye a mulasztásért, tehát amikor olyan helyzetbe kerülök, amikor látom ennek az egész klasszikus elveszettségnek, nem csak a születési anyakönyvi kivonatát, hogy miből mi lesz, hanem az egész természetrajza, ugye eléggé átlátszó. Ugye nekünk ez így könnyebb, mert pontosan tudjuk, hogy mi is lehetnénk ott, és valami módon Isten könyörült rajtunk, és nekünk más életet szán. És akkor ugye bemegyünk a halál árnyékának völgyébe, és azt nézzük, hogy na akkor itt megmutatjuk a szeretetet, megmutatjuk azt, hogy van élet, és más, és akkor ugye vagy az van, hogy valaki kedvet kap és jön, vagy pedig ugye tele leszel kék foltokkal. Ugye ez a két változat van. Hát nem mind a kettő is egyszerre is. Igen. Jó, de az, hogy a végén, hogyha valaki mégis megmozdul, azért akkor ugye öröm van a mennyben is, és de addig ugye nagyon sok olyan feladat van, meg olyan lehetőség, amikor ki tudod mutatni az, hogy
valami, ugye nem mondjuk a rosszat jónak. És akkor ugye belül Istennek a lelke is háborog, és ugye a miénk is valamennyire háborog, mert ugye rettenet, ami zajlik. Tehát ugye ez életellenes dolog, ami éppen mondjuk zajlik, és akkor háborog valamennyire. De, és akkor jön a mentőféltő szeretet. Szóval, és akkor ugye ebben úgy, nekünk van mind a kettő, tehát ugye, és akkor bent viaskodik, és akkor Isten beszél, és akkor nekem erre reagálnom kell valahogy. Ugye az a legrosszabb, amikor nem beszél, és nem tudok mire reagálni, és akkor nagyon magányosnak érzem magam. De alapvetően nem arról szól, hogy na, akkor most elhagyott az Isten. Mert hogyha van valami biztos az életemben... Meg hát minden reggel megszólal hát a Biblián keresztül. De ugye nem mindig szólal meg. Nem mindig szólal meg. Be kell, hogy valljam. Én várom, valamikor egy kicsit többet is olvasok, meg kicsit belenézek ide-oda, mert valahogy várom. És valahogy azt tapasztaltam meg, hogy lehet, hogy nem a napi dolgokhoz. De hogyha beleolvasok, és valami mást még hozzáolvasok, lehet, hogy nem pont az aznapi dologhoz kapcsolódik, hanem csak úgy általában, úgy generálisan változtat és formál, és nem éppen aktuál ügyben szólított meg, de hát én nagyon szeretem ezt a könyvet. Nem érdemeltük, hogy legyen Bibliánk. Szóval azért én ezt úgy veszem a kezembe, hogy hát megérdemeltük volna, hogy egy szót nem szól, és azt mondja, mindenki kárhozzon el. És az, hogy még érthetjük is. Szóval volt ugye, ilyen Noé idejében. Hát igen. Hát, és most megkönnyörült rajtunk. Ugye az se volt természetes, hogy valaki 140 évig épít, ugye 100 kilométerre a tengertől egy bárkát, és mindenki hülyének nézte. Persze. Mint ahogy minket is, ugye úgy lesz, mint Noé napjaiban. Tehát, és akkor ugye, aki tényleg nem tudja, melyik a jobb meg a bal keze, ugye hülyéz minket. De végül is ugye próbálni kéne valahogy segíteni rajta, mert ugye a feje tetejére állította a világot magának, miközben azt hiszi, hogy ő két lábbal áll nagyon stabilan a valóságon. Miközben lóg a plafonon. Miközben hát nem tudja, hogy nem így van, de ugye, mi tudjuk, és mi szeretjük, mi és szeretnénk segíteni. Igen, viszik de mi, oda a létrát, igen. És mondjuk neki, hogy fordulj meg. Igen, de nem tud megfordulni, hogyha Isten nem dönti így. Bizony, mert így hogyha megadja neki azt a fület, megadja azt az értelmet, akkor megfog, és állatira dobálja ki a cuccokat, amiket bekapaszkodott eddig. Ha meg nem, akkor meg muszáj neki tovább csinálni. Igen, én is azt szoktam mindig mondani, hogy Isten azt mondta nekünk, hogy menjetek és tegyetek tanítványá minden néped, de a megtérés, a megtérítés az ő munkája. Ez így van. Mi csak tanítványá tudunk tenni, és nem minden tanítvány automatice üdvözül, gondoljunk Judásra, aki Jézus tanítványa volt, és a leghíresebb tanító mestertől, magától, Jézustól tanult, és mégsem hát igen. Tanulta meg, amit meg kellett volna, mert a szíve nem volt az övé. És azt hiszem, hogy lehet ez egy jó tanulsága ennek a mai beszélgetésnek, bár van még azért időnk, egy jó negyed óránk, és még azért várom, hogy mesélj arról az életről, ami ez után következett, mert ez most mint egy nagy felbuzdulás volt ott a Biatorbágyi csendes hét után, hogy mire döbbentél rá, és mi változott? Ugye hát szerettem volna, ugye minél, hát ugye, olvastam ezerrel minden könyvet, szóval begyűjtöttem egy 6-700 könyvet, faltam, kazetták, vidékre mentem, szólt az ige, és akkor értettem meg az ige, az, hogy igét hallgatni, ugye nem főnevet vagy melléknevet, hanem igét, tehát ami ugye úgy van benne dinamizmus, ami ugye amiben benne van Istennek a teremtő szava, tehát ugye ez nem csak egy egyszerű, nem az agri csillagokat olvassuk, amit 20 perc alatt átbeszélünk, úgyhogy Hegedűsnek az összes jellemrajzát átvettük, és elfogyott, már nincs miről beszélni, itt ugye egy oldalon annyi minden van, hogy egy hétig hát, beszélünk róla. Mondatban. Igen, tehát szóval én ugye jó párszor végigolvastam már a könyvet. És úgy mindig van egy csomó olyan dolog, amin úgy elgondolkozom, máshogy látom már. És ahogy úgy nyilván, ahogy az ige állít helyre, és ugye ez a isteni szeretet, meg egyáltalán a szeretet, ugye a szeretet mindig Istentől van. Tehát lehet úgy csinálni, ugye most a csinnek megjelent a szeretet nyelv, ötféle, meg minden, ott nincsen, ugye ez olyan, mint mikor valaki nézi a táncolókat az üvegfal alatt, mögött is próbálja utánozni, csak nem tudja, hogy van zene. Szóval, és akkor körülbelül ez ilyen. Körülbelül ez szokták mondani, amit kívülről nyalogatni a mézes üveget. És ugye, amikor az ember rájön arra, hogy Isten szeretete az, amelyik engem úgy helyreállít, az identitásomat egészségesít, ezt megszabadít csupa olyantól, amit megnyomorított, amitől
nem tudtam önfelett meg szabad lenni, és nem a bűnre szabadít föl, mert hát azt meg ugye a törvény... Igen, hogy a ugye, szabadosság és igen. A szabadság... Tehát ugye nem arról szól, hogy azt mondta, hogy ne lopj meg, ne hazudj meg, stb., hanem ugye azt mondja, hogy te nem lopsz, ugye nem hazudsz. Ugye, de nekünk nincs is törvény, hanem ugye az egy törvény, hogy szeress. Hogy szeress. Ugye, ami nem szeretetből van, az mind romlott. Hát szóval az nem épít semmi jót, ugye hát az a buk és tej, tehát maximum, vagy lehet, hogy keserű is. Tehát az a szeretet, amit ugye Istentől származik, ugye ez az, amelyik az embernek a kőszívét teljesen megpattintja, mint a diótot, és belül azért nagyon jó dolgok vannak. És akkor egy egészen más élet kezdődik, és hát szeretni jó. És hogy lett ez például az üzletben, hiszen bejártad a Távol-Keletet, hát igen. És sok-sok más vallású emberrel kényszerültél találkozni. Hát igen, szóval... Megérezték ők ne, ezt a változást? Hogyne, hogyne. Ugye minden muzulmánnak missziói tudata van, de a hinduknak is, a buddhistának is. Szóval tele vannak ilyen jó szándékkal, hogy... De valójában nem a jó szándék vezérli, hanem... Ez egy kötelesség. Nem csak kötelesség, hanem valami olyasmire van igénye, hogy én jövök Európából, ugye aki nyilván keresztény, és akkor ő elmond valami nagyon okos dolgot, és várja azt, hogy én erre bólogassak, mert neki valami miatt szüksége van erre. Mert az, hogy ők egymás között bólogatnak, az egy dolog. De az, hogy én jövök, és akkor most én is bólogassak, és ez nagyon nehéz dolog. Ez nagyon nehéz dolog, mert ugye nagyon érzékeny, hát ugye neki ez való, ugye az a központi kérdés, hát ugye egy rossz rajz miatt itt Pakisztánban már indult volna a sereg, hogy megölik a Salman Rushdie-t, szóval itt azért olyan indulatokról van szó, és hát ugye az elkövetkezendő időknek minden háborúja ugye vallásháború lesz. De ami például egy Bangladesben Dakából Csitagongba lemenni autóval az 7 óra, és ugye nem lehet kiszállni. Ugye ott ülünk bent, és ismerem tényleg 25 éve, 26 éve a családját. Ma már a fia ül bent, de úgy nagyon sokat beszélgettünk, és akkor ugye ő egy ilyen kicsit ilyen ökumenés beállítottságú, és akkor próbálta úgy valahogy úgy szinkronba hozni, hogy ne az legyen, hogy köztünk valami ellentét van, hanem ő is, hát ugye a Bibliának nagyon sok része egy kicsit átírva, de ő is ismeri, tehát Ábrahám vagy Ibrahim, tehát ilyen értelemben találtunk olyan közös pontot, ahol a feszültségeket el lehetett kerülni. De attól még én is elmondtam a magam változatát, meg ő is elmondta. Illetve te nem is a magad változatát. Már úgy értem, mondtad, hát világos. Isten szerinti hát persze, változatot, igen, azért hát, ez egy nagy különbség. Hát, így, az igazat. Így gondoltam, persze. És azért ő ezen elgondolkozott. És a lényeg az, hogy elmondtad. Igen, mindenki tudta, hogy keresztény vagyok. Kiben, mit, igen. Hogyan végezel Isten, az igen. Már az ő kettejük. Munkája. Ugye nagyon sok muzulmán most mindegy képmutatásból, vagy azért, mert hogy ő becsületes, mert egy muzulmán az csak becsületes lehet, ugye hát, hogyha nem az, akkor levágják a kedzét, vagy megkorbácsolják, szóval ugye a sharia törvénykezés, meg egyáltalán az ilyen bűnüldözés, ugye hát ők ilyen rendőrautók, ugye mi meg ilyen mentőautók vagyunk, szóval más a lelkületünk, meg a hozzáállásunk, de ők is szerettek velem dolgozni, mert tudták azt, hogy én nem fogok ilyen cheatingbe, meg ilyenbe belemenni, amiben őt átverem, vagy becsapom. Tehát egy viszonylag, most a piacnak ki vagyunk téve mind a ketten, hogy most fölmegy, lemegy, de olyan értelemben, hogy emberileg, tehát hogy egy szerződésben megállapodunk, szóval azt tudták jól, hogy én be fogom tartani. Tehát is még akkor is, hogy a tulajdonosok nagyon ellene voltak, azért én kiharcoltam, mert egy rossz hír a piacon, az sokkal többe kerül. Ugye hát rengeteg üzletember jön 3 évet, 4 évet eltölt, aztán eltűnik, mert van egy kis tikli, és akkor kész, már nem fogadják el. Ugye ott vagyok ezen a gabonapiacon, ugye 28 éve. De nagyon sok válságot élek túl ez alatt az idő alatt, nagyon sok álmatlan éjszakám is van, viszont Isten valahogy úgy egy olyan kohóba tesz be itt valójában végig, ahol tudod az egóm, tudod úgy sül ki az a sok zsír belőle, meg tudod az ami nem kell. És hogy úgy egészen azt mondja, hogy elvégzem benned, elkezdtem, és akkor ugye tudom azt, hogy be is fogja fejezni. Néha megijedek, mikor jobb könyvénél tartunk az év során, szóval, hogy nem tudom, hogy van ekkora baj velem, biztos van még nagyobb is. Csak olyan jó lenne, hogyha pont nem ezt a változatot kapnám én. Szóval, mert azért az nem egyszerű. De a barátja is szeretnék lenni, egyik se, nyilván. De
úgy olvasom ezeket a történeteket, és hát nagyon jó dolgunk van. Szóval nekünk nagyon jó. Annyira jó nekünk, Feri, hogy mi nekünk... Na, hát, Jézus Krisztus igen, a tenyerén szóval, hordoz pontosan. Bennünket. Szóval ugye ezt mondom, ugye a gyülekezetben is fontos volt nekem, hogy a hegyen épült város látszódjon jó messziről, és itt azt szóljon, hogy az életbeszéde szól, értelmes beszéd. És hát nagyon kevés helyen szól már sajnos, de azért van még hely. Tehát sajnos zárul a kapu szép lassan. Tehát én is elsősorban otthon olvasok. Vannak helyek, amiket még meghallgatok, de nekem is világos, hogy egyre szűkül az a menü. Mondhatjuk azt, hogy a megtérés után, amikor elindult ez a belső vágy a jobb megismerésre, és Isten segített ebben, és egyre jobban megismerted őt annak, aki ő valójában egy megmentőnek, egy megváltónak, egy szerető és ítélő igazságos igen. Istennek, akkor Isten elkezdett használni. Használt az üzletben, mint igen. misszionárius, használt a gyülekezetben, úgy tudom, hogy missziói gondnok lettél. Igen, a Fóti gyülekezetben voltam missziói gondnok, és hát a szívügyem volt. Tényleg presbiteri imaórák, gyerektáborok. Isten a szívemre helyezte a gyermekvárosi gyerekeket is, velük is voltam három nyáron táborozni. Picit úgy beleláttam azoknak a gyerekeknek a gondjába. Jót tett nekem, szóval sok értelemben nagyon jót tett nekem. Hát nekik is nyilván. Igen, olyan érdekes, hogy múltkor mentem, van egy nagyon jó kút, artézi víz, és nagyon szeretem az ízét is, és rám köszönt, és akkor visszaemlékeztem, a Balázs most valami buszsofőr, én nem ismertem már meg, hát ugye, de ő meg megismert, és akkor mondta, hogy milyen jó volt ott a táborban. Szóval egy nagyon szép szakasza kezdődött az életemnek, amikor úgy lehetett valamit csinálni. Tehát házaspári alkalma. A gyerekek is örültek ennek, mert azért látták azt, hogy nekem fontos, nem is vagyok hülye. Azért egy jó pár dolgokban ugye az élethez való hozzáállásban, meg nagyon sok kérdésben igazi választ kaptak, ugye, amit nem kap meg a világban. Igen. És hát mégis ugye eljött az a nap, hát ugye meg az olló ugye azért egyre jobban nyílt, és hát a házasságomban a gyerekekkel a kapcsolatom az remek volt, csak ugye a feszültség mégis ugye a feleségemmel eljutott odáig, hogy aztán ugye borult az egész. Amitől ugye a gyülekezetből is inkább elmentem, mert nem ülhettem be a tizedik sorba, nem lehetek téma. Hanem oda azért kell járni, hogy meghallják Isten üzenetét, és akkor nagyon sok minden váltás jött az életemben. Egyrészt egy otthoni, nagyon intenzívebb biblia tanulmányozás jött, akkor a Helnád utcába jártam, a Szalai Szilárdhoz, aki ugye egy nagyon profi egzegézist visz. És az nagyon fundamentalista. Így van, ugye a görögöt is egy kicsit tanultuk, tehát az, hogy milyen jelentése van egy szónak, melyik az, amelyik ide illik, és akkor valójában egy nagyon sok mindenben komolyabbá tette az ige vizsgálatomat, meg azt, hogy jól értelmezni, mert életbevágóan fontos, hogy mit is jelent az, ami oda van írva. És hogy ne elképzeljük Istent, hanem ismerjük meg. Mert ugye nagyon hajlamosak vagyunk ugye, beöltöztetni őt mindennek, és hát akkor már egy rossz területen vagyunk, és nem is értjük akkor jól. Úgyhogy a cég is, a tulajdonosok összevesztek, és akkor így kerültem ki ugye Dubajba, ahol ugye egy volt partneremnél dolgoztam, egy muzulmán közösségben, és hát úgy megélni a kereszténységet, hát mindenki tudta, hogy keresztény vagyok elég gyorsan, de úgyhogy ugye nem propagálás, meg nem arról szólt, hogy igéket mondjak, hanem ugye akkor jött el az a szakasz, amikor hát az ember... Meg ez élet-halál kérdés ott azért, hadd mondjam. És a cselekedetekkel. Igen. Ugye amikor egészen más, hogy oda reagálok, élni mint a Krisztus ugye, jön a nagyon gyalázatos, meg látszik, hogy rossz indulat, és akkor segíteni akarok neki. És akkor zavarba jön. És megdöbben. Igen, és a forgalom meg közben elindul. Ugye fölmegy a duplájára, egy rövidebb, mint két év alatt. Mégsem kapom meg azt a beígért prémiumot, de igazán nem érdekes. Viszont az irítség, meg egyéb ilyenek beindulnak. Szóval egyszerűen nem bírják elviselni. Ott is van a kollégák. Igen. Hát persze. És ugye ez az a természetrajz, amikor ugye egy elveszettel beszélsz, és akkor ugye valami igazságtalanságnak érzi az egészet, mert neked van valamid, és ami valahol neki nincs. Dühöng. És hogyha ha te egy férfinek az őszinte kilátástalanságát, a reménytelenségét úgy tényleg meg akarod hallgatni, akkor hallgass meg, ahogy az a műezin ott énekel a toronyban. Szóval azzal a diszharmóniával, azzal a zaklatottságával, azzal a teljesen nyíltan vállalja ezt a reménytelen, teljesen
kétségbejtő helyzetet, ahol nem marad csak a törvény. Hát a Galata levelet, ugye, hát az halál, hát ugye nincsen kegyelem, hát nincs szeretet, nincs benne semmi. Hát a gyereket ugye azzal tudsz a legjobban motiválni, hogy nem arról van szó, hogy úgy gyorsan átvesszük, hanem a bajokat is ezen lovagolunk, mert hogyha látod a szemén, akkor már kapod is föl, és már menjünk, akkor csináljuk. Szóval alig várod, hogy újra rendben legyen, és Isten is gyakorlatilag ugyanezt műveli velünk, hogy nem fog bólogatni, de attól még a gyereke maradok akkor is, hogyha most éppen elbuktam. És végig fog vezetni, és az ígéretekre kell ráállni hittel, azzal a hittel, amit megkaptam tőle, és hát nem tudok nem hinni neki. Hát igen. Tudom, hogy mindenben igaza van, hogyha meg nem értem, akkor bennem van a hiba. És akkor ezzel már egy egészen más életem kezdődött, és hát valahol... Persze, nyilván úgy szeretném tölteni hátralévő napjaimat, hogy egyrészt bölcs szívvel és érdemes dolgokkal. És azért mentél még utána is csendes hetekre, gondolom, tehát nem csak az voltam biblia tanulmányozó héten, amiben egy kicsit én akkor nagyon gyorsan haladtam az ige tanulmányozásával. Tehát ami ott zajlott, nekem nem volt már olyan, hogy kaptam valami nagyon... Szóval aztán nem mentem. Szóval én önmagamban otthon szépen, ahogy leültem, és úgy végig gondoltam ezt az egészet. Meg a kazetták azért, igen. Persze. Igen, szóval voltam biblia tanulmányozó héten, és nagyon örültem, hogy van, nagy várakozással mentem, és én nagyon szerettem beszélgetni a volt gondokkal Fóton, aki 4 osztályt végzett. Azzal a kristálytiszta, teljesen szabad belső bölcsességével, amikor gondolkodtam valami igén, ugye hát mindenki ugyanazt az igét olvasa reggel, mert református, az útmutató szerint halad mindenki, és akkor ugye összefutottunk valahol, és akkor úgy mondott 3 szót, és hát igen, szóval én annyira okos voltam néha, hogy már túljártam a saját eszemen, ő pedig megjött ezzel az egyszerű, tiszta, minden hatásoktól mentes gondolkodásával, és azt mondtam, óriási. Na most nem akartam pejoratív értelemben, tehát azért mondtam ezt előre, de ez a Biatorbágyi hét nem erről volt szó, de ezek is egyszerűbb emberek voltak, csak nem ilyen értelemben. És akkor a szolgálatok kiteljesednek, ugye úgy tudom, hogy tagja lettél egy bibliaosztó társaságnak is. Hát igen, az is szép, igen, szép emlékeim voltak. Hordani, vinni, igen, a szép emlékeim voltak. Voltak ugye nagyon savanyú dolgok is, amikor láttuk a Kerepestalcsai kórháznak a konténerébe kidobálva a bibliákat, de volt nagyon sok jó és szép emlékünk is ezzel kapcsolatban. Olyan kár, mert az ember nem tudja, hogy a világ legjobb könyvét tartja a kezében. Persze kell Isten lelke, hogy értsd is. Mert valahol én is olvastam valamikor, és hát nem mondott semmit. Ugye az a hit kell. Viszont azt mondta Isten, hogy kérd. Tehát azt kérjétek, tudom mondani most, ha nézzük meg, néktek, hogy kérjed. És tényleg Isten egy kiáltása van, Uram, adj nekem hitet. Találtok. Most hallottam a tévébe, hogy kérnem kell, akkor adjál nekem hitet. Engem is jegyezzél el, és irgalommal, mint ahogy azt a fickót ott a tévében. Mert akkor lehet, hogy én is valahogy életre kelek, és nem az leszek, hogy csapom az asztalt, szegény asszony tönkre megy, hogy hol a söröm meg a disznóság. Szóval akkor lehet, hogy megváltozik az én életem is, valahogy úgy hittámad bennem, vagy nem tudom mi. Ez. De Isten ígéri, és azt mondja, hogy kérjél, mert magadtól nem megy. Hát én azt hiszem, hogy ez egy jó sikerült beszámoló volt a részedről, örömmel voltam hallgatója, ha néha közbe is szóltam, elnézést, remélem nem szakítottam meg a gondolati fonalat, és ha megkérnélek, akkor most imádkoznánk hogy együtt, nem. Talán éppen a nézőkért, és hálát adni azért a sok mindenért, amit eddig is kaptunk Istentől. Kérlek, akkor kezd meg. Menj, édesatyán, köszönjük neked Jézust, hogy megmutattad a te szeretetedet, megmutattad azt, hogy mi az élet, az igazság. Köszönjük azt, hogy te szóltál hozzánk, és megadtad azt a fület, azt a hitet, hogy értsük, és hogy személyes legyen nekünk. Köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk. Köszönjük azt, hogy mondhatjuk is, hogy mennyi mindent elvégeztél a mi életünkben, és bár nem látunk, de egészen biztosan vagy, mert lehetetlen ez magunktól. Köszönjük azt, hogy ha te szabad tényleg teremtő szó, olyat teremt bennünk, amin csak elcsodálkozunk, mennyire változtat minket a te szabad, mennyire lecserél, mennyire megújít,
és tényleg a helyünkre tesz, ahol mindig is lehettünk volna, ahonnan tényleg kiestünk és kerestük. Köszönjük ezt a vágyat, és köszönjük, hogy el is hoztál minket, és visszahelyeztél minket a veled való kapcsolatba. Amen. Amen. Köszönöm, Úr Jézus, hogy eljegyezted Sándor testvéremet hittel, és köszönöm, hogy az eljegyzés után még annyi mindenre megtanítottad őt, és tudom, Uram, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Így kérlek, Uram, a múltért hálát adva, a jelennek örvendezve, a jövőben bizakodva, adj társat az egyedül élőknek, az egyedül állóknak, és légy Te a társuk, Uram, mindazoknak, akik vágynak a veled való közösségre. Nyisd meg a szívüket, ahogyan Sanyinak is, nekem is beleszóltál az életünkbe, ahogy kijelentetted magadat, és ahogyan kijelented magadat ma is sok-sok millió embernek. Köszönjük, hogy ha becsukjuk a szemünket, ugyan eltűnik ez a világ, de megjelenik a Te világod. Megszólal bennünk a sok-sok ige, és a neked szóló dicsőítésnek a dallamai ott csengenek a fülünkben és a szívünkben, és Téged magasztalunk, és Téged dicsőítünk mindazért a jóért, amit tettél, a legfőbb jóért, hogy önmagadat adtad oda a kereszten, hogy nekünk örök életet szerez. Köszönjük a halálodat, és köszönjük a feltámadásodat, és elismerjük, Uram, hogy valóban méltán tetted, amit kellett, mert ha Te nem haltál volna meg, bizony nekünk kellene ott függeni a kereszten sokféle gazságunkért. És köszönjük az irgalmadat, köszönjük az amnestiát, hogy megbocsátottál. Hálával dicsérünk és magasztalunk, és majd egykor színről színre is Téged. Miképpen most is egy akarattal Sándor testvéremmel. Könyörgöm azokért, akik látták, hallották ezt az adást, vagy ehhez hasonló bizonyságtevő adásokat, ahol rólad van szó. Áld meg őket, Uram, hitbeli lépéssel, fejlődéssel, növekedéssel, és legyen meg ebben is a Te akaratod, mint mindenben. Jézusért, Fiadért kérünk, hallgass meg, Atyánk. Amen. Köszönöm a bátorságodat, hogy így elmondtál mindent, sok mindent magadról. Köszönöm a kedves nézők figyelmét, köszönöm, és hát ha lesz jövő hét és élünk, akkor lesz majd egy következő hasonló jellegű műsor is. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!